A Damvasi aréna falait talán még sose rengette meg annyi ember, mint amire a vidéki csarnokban készültek. Nem egy népliget, de ismerjük a fradistákat. Ha kegdöntőt játszik a női kézilabda csapat, akkor azt a világ végén is rendezhetik, teltház lesz, az biztos. Mindegy hogyan, mindegy, hogy mennyibe kerül, az Alicantét verni kell az első meccsen. Egyértelmű győzelmet, legalább 5 gólnál többet. 6-tal nyerünk. Hát a lényeg, hogy oda-vissza verjük őket, és megnyerjük a kekket. Szerintem lehet, hogy lesz az 8 is. Hál' Istennek, hogy sikerült bejutnunk, és ezért is a gyerekeknek is egy örök élmény, úgyhogy leutaztunk ide is. Tehát Szolnokon voltunk a foci meccsen, ma pedig ez volt a hétvégénk. Muszáj ide jönni. Jó ez a sör, ki vezet haza? A haverom. Ő nem iszik? Ő nem iszik, bevállalta, hogy nem iszik. Ki a kedvenc? Szucsánszki. Tomori Zsuzsi. Hát a Szucsánszki. Az Ácsik Szandra, igen. Paskovics. Szucsánszki a legjobb. Nincs kedvenc. Majd most feltérképezzük a pályát, aztán ezentúl szerintem minden meccsen ott leszünk. Kicsit rosszabb, hogy itthon kezdünk, és talán nem tudjuk úgy ünnepelni a kekgyőzelmet. Néztük Alicantét, csak 2500 kilométer, az elég húzós. A 2500 kilométer az tényleg húzós, de a szurkolók remek jó sok. A lehet, hogy lesz az 8 is, nos, ez is állt még a második félidőben, de az 5 gólra tippelők nyertek. A Fradi 34-29-re verte a spanyol Alicantét. Ennyi forral utazik majd 2500 kilométert a visszavágóra, ahol biztos, hogy olyan hangulat nem lesz, mint ami Dabason volt, de valahogy az 5 gólos előnyt meg kell tartani. Ez még az edző szerint is a se sok, se kevés kategória a meggyőzelemhez. Igen, én is így gondolom, tehát ez pont az alélektani határ, ami veszélyes lehet még. Tulajdonképpen lehetett volna több is, mik hiányoztak? Biztos, hogy nüanszok, de valami hiányzott. Szufla a végére, tehát az, hogy nagyon belefáradtak a meghatározók az utolsó 2-3-4 percnek, vagy 5 percnek a támadójátékába, meg a védekezésbe is. Újítani kell, vagy pedig ezt kell egy kicsit jobban csinálni a kinti meccsre? Újítani igazából annyival nem kell, hogy a védekezésbe kell majd megérteni azokat a feladatokat, amiből ma nagyon sok gólt kaptunk. Tehát ezt már megbeszéltük a fél időben, aztán megbeszéltük az időkérésnél, de még mindig azért el tudták velünk játszani, tehát ez mindenképpen bosszant. Isten igazából, hogyha ezt meg tudjuk oldani, akkor úgy gondolom, hogy meg lehet ez a kekgyőzelem. Hát ez valami káprázat volt, tehát ilyen hangulatban... Ezt nem is tudom elmondani, hogy mit jelent, csak ilyenkor borzasztóan feszült az ember, és nem erre figyel, de tehát, hogyha én ott ülhettem volna a másik vagy a harmadik sorban leláttam, akkor nagyszerűen szórakoztam volna, én úgy gondolom, és nagyon élveztem volna ezt a hangulatot, de hát így is nagyon nagy segítség nekünk ez a közönség. Tudják, hogy fogják ünnepelni a kekgyőzelmet, ha meg lesz? Van egy sejtésem. Na. Majd meglátjuk Spanyolországban.